Sziasztok, üdvözlök mindenkit újra ebben a videóban. A mai napon 5 darab okosórát fogtok hallani tőlem, amik a jövőben fognak megjelenni, és mindenki nagyon várja már őket, köztük én is, ugyebár. Ez nem igazán egy ilyen rangsorolós videó, tudjátok, hogy ami első helyen van nálam, az biztos, hogy nagy duranás lesz, hanem ez inkább egy olyan ötös lista, ami azokat az órákat tartalmazza, amik körül talán nagyobb a hype, vagy nagy eladásai voltak a múltban, de majd mindjárt megértitek, hogy mire mondom. Dobjatok egy lájkot, csapjátok rá egy lájkot a videóra, hogyha tetszenek ezek a fajta tartalmak, és akkor nézzük az ötös listát, amit összeszedtem, az 5 várhatóan legnépszerűbb okosóráról, ami a jövőben fog megjelenni, a nagyon közeli jövőben. Úgyhogy akkor nézzük is ezt a listát. Lássuk! Nos, az első természetesen a Xiaomi Mi Smart Band. Most puskáznom kellett, mert a Xiaomi mostanában nagyon variálja a neveket. Össze-vissza variálja, ami nekem nem annyira tetszik. Odafönn eldöntötték, hogy ez így jó, akkor biztos, hogy így jó. Mármint lehet, hogy lent, mert Kínában. Na mindegy. Smart Band 7. Ugye a Xiaomi Mi Band 6 volt az az okos karkötő, ami nálam is nagyon nagy megtekintéseket ért el, mert az emberek egyszerűen imádják, az olcsó és jó kategóriába tartozik, tényleg nagyon-nagyon jó, ugye tesztemből is kiderül, hogy én is elégedett voltam vele, és ennek lesz egy következő verziója, a 7-es, ami nagyon hasonló a 6-oshoz, szóval akik már voltak olyan szerencsések és tudtak tesztet csinálni belőle, általában kínai emberek, aki ugye Kínában már megjelent ez a termék, Európában még nem. Szóval elmondták, hogy nagyon hasonló a 6-oshoz, de igazából egy pár újítás van, amit most mindjárt el fogok mondani, és nekem is biztos, hogy lesz videóm. Amint le tudok csapni egy Smart Band 7-re, nálam is lesz videó, úgyhogy hát nem tudom, iratkozzatok fel. Gondolom ezt a reklámdumát kell ilyenkor elmondani, nyilván. Viszont akkor az újítások. Ugye AMOLED kijelző az marad. Ugye a Band 6-osban is már AMOLED kijelző volt, viszont megfejlik azzal, hogy lesz benne Always On, tehát mindig aktív kijelző. Ami szuper dolog, én nagyon szeretem az Always On kijelzőket, amikor a kijelző mindig aktív, tehát hogyha letakarod, akkor nem sötétül el, hanem a számlap körvonalai láthatóak. Ez nagyon jó, mert nem kell mindig emelgetned a kezed ahhoz, hogy lásd az időt, hanem mindig látod? Always on? Szóval ezt bele fogják rakni. Ezen kívül állítólag lesz benne beépített GPS, ugye a 6-osban nem volt, ebben már lesz GPS. Relatív hosszú üzemidőt fog kínálni, hát azt mondjuk meglátjuk ugye. A Xiaomi az előszeretettel hát felülbecsüli így az üzemidőt, legalábbis az én tapasztalataim alapján, de majd meglátjuk. Ide értem még a jó user interface, egy felületet, mert ezek a Xiaomi Band termékek, tehát a Band 6 is, az 5 is, nagyon jó user interface-szel operál, szóval mindent megtalálsz, tök egyértelmű, és ezt nyilván a 7-esben se dobták el, szóval ezt lehet egy kicsit továbbfejlesztették, de majd meglátjuk, mert biztos, hogy lesz róla tesztem, de én nagyon várom a Mi Smart Band 7-et. És megint puskázom kellett a név miatt. Na mindegy. Ez volt akkor az első. A második a Huawei Band 7, itt már egyszerűbbek a nevek, mert az előző a Band 6-os volt, és ez megint egy olyan videó, amit én személy szerint egy kicsit talán lehúztam, már mint a Huawei Band 6-ot. Talán kicsit szigorúbb voltam vele utólag, viszont nagyon szeretitek ezt a videót, és érdekelt titeket a Band 6, úgyhogy a Band 7-esről is lesz videóm, ugyanis hamarosan meg fog jelenni a Huawei Band 7. Egy relatív nagyobb kijelzőt kínál elég jó áron, és ugye vitték tovább a Band 6-os vonalat, szóval az nagyon bejött, nagyon jó eladásai voltak a Huawei-nek belőle. Úgyhogy sok mindent nem változtattak, viszont itt is az AMOLED kijelző mellé berakták az Always On-t, szóval itt is lesz Always On kijelző, rengeteg óraszámlap lesz, a jól olvastam 8000 számlap talán, ami brutál sok, de azt írták, hogy rengeteg óraszámlap lesz a Band 7-eshez. Szerintem készítik 1000-re a számlapokat, meg lehet, hogy az előző generáció számlapjait is rá lehet tenni, szóval ez szuper. Egy kicsivel vékonyabb és könnyebb lesz a Band 7-es. Nem emlékszem, hogy a 6-ossal lett volna olyan probléma, hogy nehéz lett volna. Ugye műanyag volt a háza, üveg volt a kijelző, de nem emlékszem, hogy lehúzta volna a karomat. Szerintem ez nem volt probléma, de elvileg könnyebb lesz egy pár grammal, ami szuper egyébként. 96 darab sportmódot fog tudni. 96-ot, szóval ez nem egy sportóra, de nagyon sok sportot majd le tudsz vele mérni normálisan. Biztos, hogy amúgy a szenzorokat is fejlesztik, vagy újabbakat raknak be. GPS viszont nem tudom, hogy lesz-e benne. Ez egy jó kérdés, de szerintem amúgy belerakják, ezt nem tudom még.
de szerintem bele fogják rakni, illetve itt is 14 napos üzemidőt ígérnek, amit hát majd meglátjuk. De mindenképpen lesz róla a videóm, erről a Band 7-esről is, mert ez is egy olcsó, de nagyon jó karkötő lesz. Kisebb ráncfelvarrásokkal. Úgyhogy majd ezt is látjátok a csatornán, hogyha megjelenik, vagy be tudom szerezni. Úgyhogy ez volna a második, a Band 7. A következő, amit felírtam, az már egy picit más árkategória, mert az első kettő az ilyen 15-20 ezres árkategória, ez pedig már ilyen 120 ezres inkább. Ez a Garmin Forerunner 255-ös, ami már amúgy meg is jelent, tehát ezt már lehet kapni, meg is néztem. Volt amúgy egy Garmin tesztem az 55-ről, a Forerunner 55. Én a Forerunner-öket imádom. Az, hogy ránézel a kijelzőre és mindig látod, ugye olyan kijelzőt raknak a Forerunner termékekbe, ami mindig aktív, de ez nem always on, hanem visszaveri a fényt a kijelző, ezáltal hogyha direkt napfényesik rá, akkor ugye visszaver és gyönyörű szép. Ugye a 255-ös mellett a 955-ot is bemutatták, de ez már abszolút nem az én árkategóriám, meg a csatornához se illik, az ilyen, nem is tudom, ilyen 170-80, nem tudom mennyiben, 180 ezeres árkategória, jeez. De egyébként a 955 nyilván egy kicsit jobb, viszont én a 255-öt emelném itt ki, hogy nagyon szuper. Hát elvileg amit ígér, az a szebb fényvisszaverő kijelző. Nézegettem amúgy videókat a 255-ös, és tényleg nem látsz pixeleket, nagyon legalábbis egy videón keresztül nem láttam. Gyönyörű kijelzőt raktak bele. Nincs még érintő kijelző, de a gombokkal nagyon jól lehet irányítani. Mondom, én imádom a Forerunner szériát, úgyhogy nem kell engem különösebben rábeszélni, hogy jó lesz. Igen, talán a Forerunner 55 videóban is elmondtam, hogy a szenzorok lehet, hogy kicsit túlmérik a lépéseket. Az alvást is olyan furán méri le. Úgyhogy nagyon örülök, hogy fejlesztették a 255-ösben a szenzorokat, az alvás elemzést, a pulzus szenzort is, szóval ezekben mind jobb lett a 255-ös. Fejlesztették a GPS pontosságát, ugyanis ez egy sportóra, futás lett alapból kitalálva, de mindenféle sportot lemér. És nagyon fontos ezeknél az óráknál, hogy a GPS az tényleg azt az útvonalat mérje, amit te futsz vagy sportolsz. És elvileg ezt is fejlesztették, és nagyon pontos lett. Új user interface-t írtam még le. Ami egyébként annyit jelent, hogy vannak kis animációk, tényleg nagyon jól meg lett csinálva a user interface, vagy a felhasználói felülete, illetve kapott egy új processzort, ami gyorsabb, és 14 napos üzemidőt ígérnek itt is. Na most szerintem ez az új standard, 14 nap, az alatt már nem fognak aktivitásmérőket kiadni, ez is inkább aktivitásmérő, mint okos óra, bár a Garminokra vannak külső appok. Egy csomó. Úgyhogy le lehet tölteni rá külső appokat, de még nem igazán mondanám, hogy ez okos óra, inkább aktivitásmérő kategória, de ott nagyon jó, tehát a top-top-topban vannak. Szóval ezt nagyon várom, nagyon szeretnék tesztet róla, de mint említettem, szerintem nem lesz. De nagyon szeretnék, de legyen, én azt kívánom magamnak. Úgyhogy ez lett volna a harmadik, a Garmin Forerunner 55-ös. És akkor elérkeztük a személyes kedvencemhez, az Apple Watch Series 8-hoz. Gyerekek, egy Apple Watch Series 3-ommal tolom már nagyon régóta. Nagyon-nagyon régóta. Egy Series 3-omban, látjátok, itt van. Szóval én szeretem alapból az Apple Watch-okat, bár egy picit talán uncsi. És ha megnézitek a nagyobb tech youtubereket, előfordul, hogy a karjukon nem egy Apple Watch van, ami mondjuk a csúcsok csúcsa volt valamikor, vagy lehet, hogy most is, hanem mondjuk egy Garmin, vagy nem tudom. Szóval, hogy talán az emberek kicsit kezdik megunni az Apple Watch-ot, ugyanis minden széria nagyjából ugyanazt a tudást adja, csak picit más köntösbe. Pontosan ezért a pletykák szerint az Apple Watch-nak meg fog újulni a dizájnja, elvileg ilyen négyszögletes lesz, amit az extrém sportolóknak fognak szánni, tehát strapabíró is lesz. Viszont ami valószínű, az a hőmérsékletmérés. Ugye nagyon pletykálják azt, hogy az új Apple Watch-ban lesz hőmérsékletmérés, tehát mondjuk lázat tud majd mérni. Most már lassan vége a pandémiának, lekopogjuk, viszont egy lázmérés amúgy sok szituációban jó lehet, tehát elvileg ez lesz egy nagy feature. Természetesen kap új processzort és jobb üzemidőt, ami szintén ráfér az Apple Watch-okra, hogy mondjuk nem minden nap vagy két naponta kelljen tölteni, hanem 3-4, ez nagyon jó lenne. De az okos órák, amikre
csomó app érhetővel és a rendszerük miatt okosóra kategóriába tartoznak, ott általában az üzemidő alacsonyabb, mint az aktivitásmérőknél, pont azért, mert nyitottabb rendszer az okosórás rendszer. Az aktivitásmérők pedig sokkal zártabbak, de erről van egy külön videóm, nézzétek majd meg, ha érdekel a téma. Pletykeljek a pontosabb alváskövetést. Ugye a WatchOS 9-től már nagyon jól le fogja mérni az Apple Watch is az alvást, lesznek stages nevezetű ilyen szintek, amik ugye mutatják a mélyalvást, a REM-et, stb. Hát ugye már ezt a Xiaomi meg a hasonló aktivitásmérők régóta tudják, de most az Apple is behozta ezt, hogy egy pontosabb alváskövetést fog biztosítani. A WatchOS 9, ezzel a legújabb Apple Watch is valószínűleg pontosabban fogja mérni az alvást, és automatikusan fogja ezt megtenni, valószínűleg. Következő érdekesség a vérnyomásmérés, amit nem tudok elképzelni, hogy hogy lesz, meg hogy így mennyire lesznek pontosak azok az adatok, de vérnyomásmérést pletykeljek, illetve az autós ütközés érzékelést. Tehát, hogyha karambolozol egy autóval, akkor az Apple Watch majd képes érzékelni a gérök által, hogy hát nagy becsapódás volt, és akkor akár hívhatja a mentőket is, vagy a helyzeted elküldi a mentőszolgálatnak. Ami szuper lenne, mert minden ilyen biztonságot elősegítő funkció klassz, úgyhogy majd meglátjuk, de nagyon várom a Series 8-at, nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz, hogy lesz. És a Galaxy Watch 5 nem hagyhattam le a listáról, srácok, nagyon szívesen teszteltem volna ezt is, mert a 4-est is, a Galaxy Watch 4-es, vagy a Galaxy Watch családot, csak nincs androidos telefonom és iPhone-okkal nem működik, és ezért maradt ki eddig az életemből. A Galaxy Watch iszonyatosan népszerű, gyakorlatilag a Galaxy Watch 4 lett az androidosok Apple Watch-a. Egy kis túlzással nyilván, de ugye a Galaxy Watch 4-esen is már Wear OS volt, az a Google rendszere volt, ez a Galaxy Watch 5-nél is így lesz, az első okosóra lehet Wear OS 3.0-val, ami azt jelenti, hogy a legfrissebb okosórás rendszer futhat rajta, ami tök jó. Valamint olyan funkciókat pletykálnak ezzel kapcsolatban, mint a vércukorszint mérés, amit nem tudok elképzelni, hogy hogy lesz, de elvileg vércukorszint mérés is lehet az új Watch 5-ösben, illetve itt is említették a vérnyomás mérést. Lehet, hogy ez az új standard amúgy a felső kategóriás okosóráknál, hogy már a vérnyomást is mérje le, ne csak a pulzust. Mert tudjátok, a pulzus mérés meg a vérnyomás az két tök különböző dolog, bár egyik következhet a másikból, de a vérnyomás mérés az nagyon-nagyon sokat segíthet. Sőt, hát az talán többet segíthet, mint a pulzus önmagában. Úgyhogy ez nagyon szuper, hogy itt is pletykálták, a megvalósítás fogalma nincs, de majd meglátjuk. Ugye csodálatos AMOLED kijelző lesz a Galaxy Watch 5-ben is, viszont itt ígérnek egy 10 wattos gyors töltést, az nagyon hamar fel fog tölteni elvileg. A mérete 40 és 42 mm, illetve pletykálnak egy ilyen Galaxy Watch 5 Pro verziót, ami akár titánium ötvözettel is lehet, szóval egy nagyon-nagyon prémium házzal rendelkező Galaxy Watch-ot is pletykálnak, ami hát az Apple-ből kiindulva, ugye az Apple-nek is van olyan verzió, ami rózsdamentes acél és gyönyörű szép, és zafír üveges, hát most hasonlót akar a Samsung is kiadni, ez egy ilyen titánium ötvözetes óra akar lenni, hát ez is meglátjuk, nyilván feláras lesz, rohadt drága lesz, de nem tudom. Itt is írják a hőmérséklet mérő szenzor, tehát hogy lázat le tud mérni, illetve nagyobb aksit, jobb üzemidőt pletykálnak még a Galaxy Watch 5-höz. Úgyhogy ennyi volt, ez volt az ötös lista, amit elkészítettem nektek. Ez az öt termék, amit én nagyon várok. Kettőből tuti lesz teszt, az első kettőből, a Huawei Band 6-ból és a Band 7-ből. Tuti, hogy lesz videó, a többiből valószínű nem, de igyekszem majd, srácok. Viszont ettől függetlenül írjatok a kommentet, hogy melyikből legyen videó még az első kettőn kívül. És ennyi. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek, remélem, hogy tetszett. Sziasztok! Gyönyörű szép napot nektek! Sziasztok, srácok! Wake up! Today's gonna be a good day! Wake up! Today's gonna be a good day!